Rekordot döntött szeptemberben a Nyíregyházi Egyetem, a beiskolázási mutatók, a felsőoktatási intézmények országos palettáján nézve is kivételes emelkedést mutattak az előző tanévhez képest. Országos rekorddal mintegy 92%-kal növekedett az első helyre a felvettek száma, és még dinamikusabban az első helyes jelentkezőink száma. Ez azt mutatja, hogy a térségben élő családok, diákok értékelik a Nyíregyházi Egyetemet, jövőt látnak a felsőoktatásban, és ez az érvényesülés, karrierépítésnek egy nagyon fontos lépcsője, de azzal, hogy mi nem budapesti vagy győri egyetem vagyunk, sokkal nagyobb a felelősségünk. A halmozottan hátrányos helyzetű térségből idekülő diákok számára mi tanítjuk meg az értelmiségi lét alapvető kellékeit. Legyen ez a kulturális élet, a sport, életmód, tehát ez a nagykorúvá válásnak egy olyan kapuja a Nyíregyházi Egyetem, ami csak akkor tud működni, ha itt nem olyan kollégák ülnek, állnak, oktatnak, akik leadják az anyagot és elszaladnak a következő órájukra, hanem valódi partnerként, mentorként kezelik a diákokat. Megújult a pedagógus és a művészeti képzések mellett a műszaki informatikai képzési gyakorlat is. A műszaki agrárképzések a másik jogelőd intézmény szintén megújultak, tehát olyan hihetetlen fejlődés van az agrárium világában, vagy a műszaki képzés világában. Itt, amit picibe látunk a Lego robotoknál, az ipari gyakorlat nagyságrendekkel felkészültebb mérnököket, műszaki szakembereket vár ma, tehát mindent visz a digitalizáció és automatizálás. Emiatt megjelent a képzési kínálatunkban egy nagyon erős informatikai képzés, ahol a kor kényszerei, ha nem akarnánk, akkor is előre kellene lépni, de mi ebbe igyekszünk zászlóvelők lenni. A térség munkaerőpiaci igényeinek kiszolgálása érdekében folyamatos a szakmai szervezetekkel és foglalkoztatókkal közös egyeztetés, együttműködés. A gyakorlatorientált képzések mellett a Nyíregyházi Egyetem egyik legfontosabb célkitűzése a nemzetközi esítés, melynek hozadéka a tárgyalóképes és szakmai nyelvtudással rendelkező hallgatók mellett a nemzetközi képzési kínálat fejlesztése is.